Sziasztok! Ma egy szuper ételt hoztam nektek, méghozzá a szecsuáni csirke mellett bambuszrüggyel és rizstésztával. Ez a harmadik szakaszba tökéletesen beleilleszthető, úgyhogy kezdjünk is neki. Én először az olajat felhevítem, ilyen wok edényben fogom elkészíteni. Nagyon szeretem az ázsiai ételeket, főleg a wokban készült ételeket, hisz roppanós marad a zöldség, a hús, úgyhogy egy ilyen igazi ázsiai konyhát hozok nektek ma, és el is készítem nektek. A forró serpenyőbe berakom az olajat. Csirkemellfilét meg fogom pirítani rajta. A csirkemelleket aranybarnára fogom sütni, közben pedig elkezdem felszeletelni a hozzávaló zöldségeket. Ilyen például a répa. Közben megkevergetem, hogy minden oldala szépen megsüljön. Ennél az ételnél az előkészületek igazából az az időigényes része az egésznek. Én előfőztem a rizstésztámat sós vízben, illetve azokat a zöldségeket, amiket bele fogok rakni a főételünkbe, azokat már felszeleteltem. Már a csirkemellhez hozzáadom a lila hagymánkat. Ez az étel rettentően egyszerű, tényleg mindent a wokban együtt fogok sütni. Csirkehús, hagyma, répa. Jön a gomba, amit én nagyon-nagyon szeretek. És az ázsiai konyhában tényleg széles tára van a gombának, úgyhogy ez megint csak egy pozitívum. És majd jönnek még hozzá az olyan különlegességek, mint bambuszrügy, szója, és még szójababpürét is fogunk hozzáadni. Hozzáadom a gombát, a bambuszrügyet. Az előkészületekben sokszor segítenek nekem a lányok. Kicsit beleavatom őket a konyhai fortélyokba, rejtelmekben, hogy kell pucolni egy répát, vagy hogy lehet előkészíteni egy-két alapanyagot. Ebben ők tényleg nagy segítség. Úgyhogy a répapucolásnál például amire segít, hogyha nagyobb szeletekre vagy kockákra kell valamit vágni, akkor már Szofi is segít a konyhában. Úgyhogy igazi csapatmunka. Már így is fenséges az illata, de azért megbolondítjuk egy kis szójababpürével. Ettől lesz igazi ázsiai íze, ízvilága, de még színe is, illetve egy kis szójaszószt fogok még rárakni. Látjátok, hogy a szójaszósz, illetve a szójababbüré milyen szuper színt adott neki, és tényleg Ázsia. Az illatok, a hagyma, a csirke, a színek, a gomba, illetve a wok, mi kell ennél több. Most még egy kicsi vízzel fel fogom engedni, csak is azért, hogy ne legyen száraz. A rizstésztát már forró vízben megfőztem, úgyhogy az már készen van. Ehhez nem raktam plusz sót, hisz a szójaszósz elég sós szószunk, úgyhogy ha netán még az is kevés, akkor utána még mindig megsózhatjuk az ételünket. Sokszor készítünk ázsiai ételeket rizstésztával, rizssel. A gyerekek nagyon szeretik, és tényleg a frissessége a zöldségnek, a roppanósága a zöldségnek, illetve a pirított csirkemellnek nagyon jó kombináció. Én ezt nagyon ajánlom olyan hétköznapokon is, amikor siettek, rohantok, és alig van időtök főzni. Ez egy villámgyors tuti recept. Zöld fűszerekkel szoktuk díszíteni, koriander. Én most új hagymával fogom egy kicsit megbolondítani a végén. Ezt a tetejére fogom szórni. Szeretem összekeverni a wokban a rizstésztával a szószt, de most azt gondoltam, hogy a tálalás is legyen öröm, úgyhogy mutatok egy-két tippet, hogy lehet ezt az ételt szépen tálalni. A szósz miatt én egy mélyebb tálba fogom tálalni. Először belerakom a rizstésztát. Közepére pedig egy kis fészket fogok kialakítani. Látom, ahogy készen lett a ragú, azt pedig belekanalazom a rizstészta közepébe. És díszítésnek pedig jöhet az új hagyma zöldje, amit én szépen megszórok vele. Ez egy bőséges főétel. Jó étvágyat kívánok!